családban volt egy. Szép jó este. Köszönjük, hogy eljöttünk. Nem engednek be minket. Már egyszer be voltunk, csak kirángattak. Manót bent tartsuk azért, vagy mit csináljunk vele? Elindultunk befelé, és utánunk szaladtak a biztonságiak, hogy ide már pedig még akkor sem jöhetünk be, hogyha kölcsei is diákok vagyunk. Úgyhogy most csak tanár és csak plusz egy fő Hoffmann Rózsa lehet bent. Úgyhogy megvárjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez fontos. Ha már párnákat is hoztunk meg, minden. Mi vagyunk a dagadt lúdtalpas, hájas gyerekek, igen. Rosszul vettünk nyelvem. Kövérek vagyunk. Jó, tényleg, van lúdtalpunk is. Nagy a forgalunk itt. Nagy a forgalunk itt. Ja, még diákokat kiküldik. Nagy merénylet történjen. De tanárokat is. Szóval igen. Ezt amúgy nem tudom, hogy van magunkra. Nem tudom, aki kérdezik. Igen, lehetjük. Á, még aki hallgat, az is gyanús. Szóval, kik vagytok ti, és mit akartok? A középiskolai hálózatnak aktivistái vagyunk, a frissen alakult középiskolai hálózatnak, és szeretnénk egyet beszélgetni Hoffmann Rózsával, ami nem csak a médián keresztül, vagy hasonló stílusban történik, hanem hogy meghallgathassuk, és ő is meg tudja minket hallgatni. Na lehet, ez úgy szokott történni, hogy ilyenkor kell írni egy levelet, el kell jutni megbeszéltük a fiskálsághoz, akit erről nincs is vita. Erről nincs is vita. Tegnap Szegeden beszéltünk vele, és ott ígéretet tett, hogyha e-mailen felveszük vele a kontaktot, pontosabban akkor e-mailen fog válaszolni, vagy valami, mert nem kötelessége velünk találkozni, miközben személyesen nekünk azt ígérte, hogy hajlandó velünk lövni akkor, hogyha előre jelentkezünk. És ezt a szándékát akarjuk megkérdezni, hogy még mindig tartja magát ahhoz, hogy a média feldített. Ugye itt most már ugye minden rendeződött, nem? Tehát minden rendben van. Persze. Megállapodtak a legalábbis az egyetemi ügyekről. Biztos de... nagyon elégedettnek tűnünk éppen. Van itt még ez a legjobb dolgunk, hogy itt állnak neki gratulálni. Azért hoztunk neki rózsát is. Szerintem szereti. Szeretnénk köszönni az áldásos tevékenységét. Lássuk, hogy a diák csak hálás. Lúdtalpasok vagyunk, de hálásak. Igen. Úgyhogy reméljük szívesen fogad minket, ezt mi csak gratulálni szeretnénk. És itt nem be ezen a bejáraton? Itt, csak azóta bezárták Mordor kapuit, mert még a kölcsésdiákok se juthatnak be, hisz most ez egy ilyen nemzetbiztonsági bunker lett, a helikoptereket épp keresem még. Csodálom, hogy a tech egyébként nem zárta le az utat. Az igen, még de hiányzik de innen egy kicsit. Majd most ezek után. Tehát nem, már elég beszélyesek vagyunk. Na ezt kérdeztük, de azt mondták nincs. Van termés. Szóval a magyar nemzetség senki. Még a magyar nemzetség sem. Nincs bent sajtó orgánunk. Csak az állampitkár asszony, meg a tanári kar, meg a vezetőség. Baráti Csevelyre. Zárt körül az egész, és senkit nem engednek. De aranyosak. Esetleg adnak egy telefonot. Nekem a férje itt, amiben a kölcsében is valószínűleg itt van. És megpróbáltam megszerezni a telefonszámát. Valami is van benne. Hát igen, tehát ő még be is juttatta. De ő egyedül nem van. Egyetlen Máté. Lehet, hogy kint lenne a legjobb, mert itt van kamera. Jaj, tényleg. Mint egyetlen kamera. Egyébként nagyon köszönjük, hogy el tudott így rohadni. Rendben. Megtett... Hogy is van? Megcselekedtük, mit megkövetelt a haza. Nem tudom, hogy ezt Torna tanár tudja értékelni az idézetemet, de hát én is jártam gimnáziumba. Nem csak a Róza néni. Hát én már elég régen nem járhatok gimnáziumban, se semmilyen iskolában. És akkor elmondjátok, hogy mit kérdeznétek tőle? Hogy miről beszélgetnétek vele? Meg probléma felvetést is szeretnénk. Első körben szeretnénk így a felsőoktatásba való bejutásnak ezeket a részleteit meglátni, meg kifogásolni, amit mi kifogásolhatónak gondolunk. Illetve azért úgy vettük észre, hogy nem csak a felsőoktatásról szól, hanem messze menőkig még nagyon sok mindenről lehet beszélni, a közoktatás, azon belül is nagyon sok más kérdésünk is lenne, illetve a szakemberképzést, a szakképzést akkor még nem is beszéltünk, ahol szintén nagyon sok kérdés és kérdéses téma vetődik fel, amiről szívesen beszélgetünk vele bármikor, hisz minket érünk a legjobb. Na de ti csak, hát szóval ugye az iskolában
a diák az alárendeltje az iskolának, a tanárnak, az igazgatónak, és az igazgató, mert a tanár az alárendeltje Hoffmann Rózának. Hát ezt nem hogy akartok ki ilyen magasságokba feljutni, és ilyen magasságos emberekkel eszmét cserélni? Hát nem veletek van beszélni valója, hanem a ti könyvkeritek. Én úgy gondolom, hogy a közoktatás egy szolgáltatás, amit a mi szüleink pénzéből, adójából finanszíroznak, és ezért, mivel minket érint a leginkább jogunk van ahhoz, hogy elmondjuk a véleményünket erről az egészről. Illetve amit kérdésesnek gondolunk, azt meg is kérdezhessük. Mi történt azóta, hogy megalakult a szervezetetek a KIHA? Tehát én utoljára akkor láttalak titeket, amikor a Bartók Béla úton megalakult a szervezet. Azóta történt-e valami, ami, amiről tudni kéne a közvéleménynek? Állandó munka folyik nálunk. Jöttek értünk! Még ott volt néhány hely. Jó. Ezek a folyt a belső munkai, akik a sejtjeinket, a csoportjainket, a munkacsoportok 024-ben dolgoznak, tényleg éjjel-nappal levelezünk egymással. Tegnap pedig Szegeden is volt egy demonstráció, ahol hát többek között Máté... Én pont nem voltam ott, de 4-5-en ott voltam, és hát is... De te is ott vagy. Végül nem tudtam sajnos lemenni. Próbáljuk feltérképezni azt, hogy mi az, ami változott, ez miért rossz, vagy miért jó, és ezeket a kérdéseket szerintem jogos feltenni, és hogyha eddig nem tette meg senki, akkor megpróbáljuk még. Ha én most mondjuk átvenném azt a szerepet, hogy megnézem, hogy mi van ott. Szóval az ilyen mérges tanár szerepét, aki a buta nebulókkal beszélget, akkor megkísérlek ilyen kérdéseket feltenni. Nem az érettségire kéne most készülni, tessék mondani. Nekem 2,5 év van hátra még az a középiskolámból, a gimnáziumból egész pontosan, tehát nekem még 2 év van az érettségi, tehát emiatt még nekem nem kell aggódnom. Akkor... Szerintem bizonyos, hogy pont, hogy arra készülünk most. Nekem 1,5 éven van az érettségi vizsgáim, de nagyon szívesen bemutatom a 1,5 évi bizonyítványomat bárkinek, aki esetleg arra gondol, hogy elhanyagolom a tanulmányaimat emiatt. Na jó, és... akkor konkrétan van valamilyen hátrány, ami az új rendelkezések miatt téged ér ahhoz képest, amit elterveztél magadnak? Tehát amire te készültél? Hát például még a tavaly decemberben bejelentett keretszámok alapján én nagyon kétségbe estem, és nem tudtam, hogy egyáltalán fogok-e jelentkezni itt a felsőoktatásba. Ugye ez megoldódott, csupán csak 460 ponttal kell megbirkóznom, mert ugye jogra szeretnék menni. Egyébként pedig tehát a közoktatás problémái abszolút én is látom. Tehát, hogy nincsen vécépapír az iskolában, tanuláról. Ez még egy nagyon szép kiragadott példa, de azóta fülünkbe jutottak más üzenetek is, vagy mondták, hogy mi is történik az iskolákban. Ilyen volt például egy nyíregyházi diák írt, ezt majd egyébként elmegyünk Nyíregyházára és megnézzük ennek az igazság alapját, de minden esetre érdekes a téma. Ebben arról számol be, hogy most ugye megalakult, vagy felállítódott a Klebersberg intézmény fenntartó központ, és az iskola saját forrásait felhasználva, illetve más pályázaton nyert pénzekből fejlesztette a saját infrastruktúráját, új bútorokat vett többek között, majd most egy állami fenntartású lett az egész, a bútorok és számítógépek nagy részét elvitték a helyi központba, mivel hogy ott is szükség volt rá. Én és ehhez hasonló szituációkra vagyunk kíváncsiak, és ezeket a kérdéseket szeretnénk feltenni. Lehet, hogy olvasták a Pál utcai fiúkat, és ismerik, hogy a vörös ingesek hogyan jutottak üveggolyókhoz, nem? Tehát sok olyan magyar állami berendezkedés volt, amelyik a vörös ingesek oldalán állt, és soha nem a Pál utcaiaként. Úgyhogy ebben végül semmi újdonság nincs. Volt ez 1945 előtt, volt 49 után. Hát ha de már ennyiszer volt, akkor miért hagyjuk? Most már épp ideje megállítani, nem ha már ennyiszer volt. Mondjuk az a generáció, akinek ez nem normális, nem megszokott. Nekünk, tehát mi látjuk a példát Nyugat-Európában máshol, hogy gyerekek felmenik a szavukat a hatalom
szörnyűjtésre hiállnám. Tehát nekünk ezt kell csinálni. De hát a ti szüleitek kétharmada, legalábbis a parlamenti játékszabályok szerint, kétharmadra tehető voksot adott annak a politikai pártnak, vagy két pártnak, amelyik most megmondja, hogy Magyarországon mi történjen. Igen, de nem ezeket a dolgokat ígérték, amiket bevezettek. Úgy gondolom, hogy ennek a két harmadnak jelentős része nem szavazna a Fideszre, vagy a KDNP-re most ezek után. Meg azért fontos Magyarországon tisztázni, hogy itt az emberek nagy része érzelmi alapon szavaz. És azokat a szavazatokat nem a Fidesz-KDNP pusztítására adták, hanem az előtte lévő kormány ellen. És ez most itt eléggé visszarúgott. A demokrácia nem csak a szavazáskor kell gyakorolnunk, szóval, hogy nem csak arról szól, hogy 4 évente szavazunk, hanem hogy közben is kiálljunk azért, ami nem jó és nem tetszik. Gyere ide, igen, megvárjuk még. Rendőr nincs. Előbb elment. Egy. Na, szia! A minket arra se engedtek be. Szerintetek lesz valaki, például a tanárok közül, aki szóba áll veletek? Ugye mondja, hogy mit tapasztalt. Igen. Igen. Szerintem igen. Biztos. De kifele megfog. Szülőértekezleten voltam. Amiket nem engedtek be. Pedig mi is szeretnénk. Van bent írtalom, vagy bármilyen újság, vagy bármilyen. Nem bent írtalom. Elvileg ott van. Elvileg van. Mert a sajtó is ott van. Nem tudjuk. Szülőim voltam. Csak a sajtó nincs, van, azt tudjuk, de... De miért? Arra jutottam. Fonnyad a virág! Bocs, te sátorozni indultál? Nem, volt a HVG-nek egy olyan posztja, amiben azt nyilatkozták, hogy a középiskolában kövér lúdtalpas diákokat nevelnek, és én hoztam a hasom kitöméshez a párnákat, és lányok készítettek lúdtalpakat. Mikor leszel kitömve? Hát azt terveztük, hogy amikor bemegy Hoffmann Rózsa, de hát ugyebár ez egy erős bemenekülés volt, és hát így eléggé nehéz kitönni magunkat, úgyhogy látszódjunk. Lássuk, hogy... Ezt reakciónak szálljuk. Mire vagytok képesek készülni? Na tegnapi. Igen? Hogy hájasak vagyunk, hájasak és lúdtalpak a diákok. És ezért kell készülni. Voltam. Vannak lúdtalpaink is. Hogyha állandó kell azt, hogy nem. De a lúdtalp nem egy születési probléma? De úgy gondoltuk, hogy ezzel jobban lehet jelképezni a lúdtalpot. Tehát, hogy... Nem a tesi óra fogja megoldani. Hát nem. Igen.
Nem Luti a másikat? Ez pedig a Luta apas és hájas diák, szegény. Igen. Ilyeneket mond, meg így a diákokat. Tényleg olyan szülői, hogy egyébként felmerül a sztrájk, hogy bármilyen kérdés... Nem hiszem, szerintem ez nem... Félig így egyébként. Milyen jó fej volt a nő, elkezdett ő is mosolyogni. Jobb fent van a lezáró. Köszönöm. Van egy kuka, nem akarok szemetelni, de van. A személy. Nekem most elindul? Amúgy... Én sem! Ilyen szerelmedet. Sári. Átadtam neked ezt a kontakt. Oké. De figyelj, akkor mondom, maradj az autónál, és akkor szólj ki, jön neki. És akkor bejön. És utána hagyok, hogy eljön. És majd utána berohan. Kb. Odáig autóval, mert majd így berohan. Mi is mondtuk, hogy szülőire érkeztünk, csak nekünk. Nem eljöttetek. Még kölcse és diák igazolványjal sem. És miért jöttetek? Tegnap Szegeden volt alkalmunk egy 5 percet beszélni Hoffman Rózsáról. Azt mondja, hogy ígéretet tett arra, hogy szívesen beszél tőlünk két fővel, hogyha bármi kérdésünk van, vagy megbeszélni valunk, vagy problémák. És utána lenyilatkozta, vagy úgy jött le a médiában, hogy mivel neki ez nem kötelessége, miért csinálni. Ha kérdésünk van, írjuk meg neki. Kérdezni szeretnénk. Többek között a felsőoktatásról, illetve a közoktatásnak az átalakításáról. Már nem nyilatkozhat.
nem nyilatkozhat, ezért szeretnénk nem az utcán így lebeszélgetni vele, hanem megkérni egy időpontot, amikor neki jó, és akkor megkérdezni, hogy ő mit gondol. Roppan kíváncsiak vagyunk a véleményére. Igen, mert mi nyitott gyerekek vagyunk. Ugyan lúttalpasak, dagadtak, de azért lelkesek. De a Malónál van 4 párna egyébként. Te mit csinálsz itt? Ezért főleg olyanokat, akik folyton csak kamerákat raknak mások nyakába. Na miért? Te mit csinálsz? Én engem megkértek, hogy jöjjek ide. Nem megy. Azt hittük be tudunk jönni, igen? Kollegákat nem bán. Viszlátásra! Hajrá, fiatalok! Köszönjük! Február 11-ét lesz tüntetés. 11-től? Tüntetés hullámok? Minden. Tüntetés tenger. Mindenhol, csak a lila minden. Összepiszkolta vajon az én optikámon, amit rettenetesen tisztogattam? Nem tetszett neki az ötlet. Remélem, hogy... Nem. Az államosítása, a tankönyvpiacról, és még számtalan más témák. Ez a pontjaink. Nem igen. Feltétlenül a pontjaink. Azt mondja, el kéne intézni. Hát meg a köznevelési törvény kapásból. Annyira jó, hogy egyszerre beszéltek. Lehetne beszélni. Viszont nem vagyunk szakértők, tehát mi annyit tudunk elmondani, hogy mit érzékelünk az ott iskolában. Tehát ezt így kell előadni viszont. Tehát mi sem csak úgy legyünk oda, hogy újságba olvasni. Hát ez tényszerű, tehát gondoltam. Azért elolvasjuk mi is a törvényt, megkérdezünk másikat, hol a esetleg. Van a tájékozás is nehézséget. Engem azért a legjobban, hogy a tankötözettséget hogy gondolja, hogy szerint ez most jó így. Igen, mert előbb ugye előbb kikerül a gyerek a munkavilágába. Ja, igen, ez csak jó. Igen. Tizedévesen biztos fel van erre készülve, hogy önállóan rendezze a kis életét. Igen. Minden végzettség nélkül. Általános iskola. 30 év múlva is át tudjam valahol helyezkedni. Igen, Pestre. Hopp, felvillanyzódott az autó. Már korábban. Ez nem Skoda szuper gyerekek. Az, amelyik ott világít nagyon. Meg előtűzik neki meg ilyenek. Ez nem szuper. Szíve van, viselem az oktatás, ugye? Na, énen is elzavarnak esetleg. De az úttestre viszont már nincsen. Egyébként ehhez tudja jó Ez egy ilyen spontán. Ez a spontán tüntetésnek simán. És csak szalámiznak kiépítik a saját kemény magukat. És csak innen, ugye? Igen, többes, igen. Semmi igazgatónál nézik, csak az itteni tanárok vannak. És az igazgatónő válogatta? Szia Csillagádám, téged akartalak fölhívni telefonon, hogy gyere ide. Gyorsabbak voltunk. Igen, és nincs náluk kivett pohár. És nem fog innen kimenni semmi. Ott eladjátok a jegyet. Remélem, hogy jöttök vissza. Hát felhívunk, hogy mi újság, és akkor... Na, de most akkor sziasztok.
itt állunk a Kölcsei előtt, mert nem engednek be minket, pedig mondtuk, hogy a szülőire jött, még véletlenül is sem fogom mondani. Állat valami őr, vagy ki akadályozza meg a belépést? Hát az igazgató nő azt mondja, hogy már igen. Engem eleve nem engedtek be, az urat meg kiküldték, hogy belépek. A tanárok egy szép tizenegy üstörében, meg az igazgatóval. Istenem! Ja, és azt mondta a hogy ő barátságosan integetett nektek. Jó, de kedves! Igen, hogy látom, hogy itt vannak a diák. Igen, hogy látta, hogy itt vannak a diákok, és nagyon aranyosan integettek, ő is barátságosan visszaintegetett. Ennyit mondott. Igen. De erős erről nem maradtam, én ezt nem hiszem el. Kiha, középiskolai háló. Nagyon kicsit ilyen olvasó. Most már két hetesek vagyunk. Nagyon jó. Neked járnak ide gyerekeim? Nekem? Nem, én csak kaptam egy e-mailt, hogy ki tud eljönni. De most már nem mondozzák, hogy kitől. Hát, hogy még itt vagyok a kölcseivel. Mondjuk az elmenőktől vissza kellett. Már kezd kicsit fázni a lábam, de hát a nemes célért. Tudod, a mákkost húztam. Igen, igen, van egy csodálatos Facebook oldalunk. Ó, oh, köszönjük. Ő meg a Csillag Ádám. Igen, igen. Köszönjük neki. Igen, én is fel akartam hívni telefonot, de akkor mondták, hogy úgyis hiába, de látom, hogy azt mondjuk. Nagyjából milyen hosszú beszélgetésre számítunk? Jár a motor. Igen, én török jóba vele így. Jár bent a motor. Lehet, hogy valami Greenpeace-es típusú flash volt, hogy basszus, ne szennyes már a környezetet. Vagy valami inkább így. Szóval legközelebb gyerekek bármilyen ilyen üveg. Köszönöm. Igen, ez egész iskolában is. Másik teremben lehet. Becsukatták az ajtót és belőszök tudottam, hogy ki lehessen hallani semmi. Nagy a hang egész végig is. És hol ülnek? Díszteremben. Nem ahol a színpadban, az előtt. Hogy elég volt eddig a dagadt és lútalpas gyerek oktatásából, ezért kell mindennapos testnevelésőre. Mivel egyébként nekem személy szerint nincs semmi bajom, csak akkor más. Hol? Meg mutassák meg, hogy akkor meg hol? Tanár, meg miből, eszköz. Meg? Igen. Meg aki edzésre meg jár, az lesz, hogy ne szivassák meg. Igen. Várjunk, hogyha így fognak kijönni, akkor melyik oldal, bal oldalon van a kormány, itt fog a Hoffman ülni. Hát, egy irány, arra fel. Az a lényeg, hogy amíg ki nem száll, vagy amíg nem tudunk vele beszélni, addig ki ne álljatok el, mert az el fog indulni. És igen, nem indulunk, nem. De ez pont jó, ez nagyon jó egyébként, hogy bement. Az izgi, ha még egy tanár is. Nem. Hát. Én is diák. Manó mozdulni akar. Miért neki ott melege van, tök igen, szépen. Én irigylem, cseréljünk, alkudozzunk az idővel, hogy egyben. Igen, de tényleg így cserélhetnénk egymást, mert nekem nagyon kell be kisírnám. Én egyet beengedtél, elbasztod, nem tudom, szentinek. Váltjuk egymást. Ugye biztos, nem tudom, hogy marul is ez a kocsiak. Van. Ott nem, áll, busszal jön. Úgy tervezi a bezárás, hogy előjön. A 18.45-eset elérje. Útvonali terv, hogy legkevesebb séta. Ezzel a opcióval. Nem veszik, mivel jön. Na, az. Mi szükség, amit beszélni szeretnénk. Yeah, of course.
hogy jó helyen állok? Ide ilyen élőláncot fogunk így húzni, hogy összekapaszkodunk. Azt hiszem, hogy a sárga rúzsa énekelhetünk. Ezt sem énekelünk. Vannak ilyen rúzsás népdalok. Felszállt a pávát is énekeltünk, pávuzsolt meg a csomag mindent. Akiket, hogy hallgatunk a hallgatók. Tanítsd meg gyorsan! Azzal, hogy a PDS... Azzal, hogy a PDS-hez átálltak, szerintem egyfajta jó szer, jó részbe álltak be, tehát jó állá. Ezért van itt a rúzsa egyébként. Hogy a tanári kar átpártolt a PS-ből a PDS-be, akik meg ugye nem álltak el attól, hogy ők akciózni fognak, strike akció bizottságot, vagy nem is tudom, strike bizottságot felállítják. Úgyhogy ezt most kirány. Ezért jött ide, mert hogy itt volt az, ahol a PDS-be átigazolt. Többek között, de egyébként sok Kölcsei is, de nagyon sok iskolából egyébként. Igen. És szerintem most azokat látogatja le a valami jó oktatásért, vagy valami ilyen kiránduló túra néven. Országjáró. Túrnézik magyarul. Igen. Rócsó, megvan, rócsó. Igen, van meg médiumban így. Tudjátok, hogy 89-ben ki volt a PDS-nek a vezetője? Én erről hallottam. Aha. Nem akarok hülyeséget mondani, de a... Pokorni tolták. Pokorni, tényleg. Ő polgármester is? Igen, ő a 12 és az oktatási bizottságának. Amit most csináltak, hogy nézzétek meg a Szív utca című filmet, fönt van a... Ez tök jó, hogy van kamera, mert hogyha bántanak minket, akkor arról lesz felvétel. Nem fognak bántani titeket. Nem hát. Az lenni hiba lenne. Legalább. Mert az egész hullám alatt. Az én külön hallottam azt, hogy diák nagyon kedvenik a mintegetnek, látok ezeket a kapuban, én meg is szeretném. Igen? Tényleg, amikor itt jött, akkor így ízelt. Nem lehet, hogy azt hittük, hogy beszélgetünk. De egyébként vele azért nagyon kell vigyázni, mert azért nem. Tehát ő nem rossz politikus, ő jó politikus. Tehát tegnap is Szegeden, amit rendezett, azt mondták, hogy ők kezdtek el a legjobban olvadozni. Hogy gyakorolhatjuk a délben. Nem a Hoffmannék, hanem a srácok, akik ott voltak. Hello. Tudjátok a dolgok, akinek a telefonszám. De, pont. Kinek a miért? Ez nem vicc volt, hogy valami olcsó kicsit. De ezek ilyen nagyon lejártó. Szóval... Kölyhetek, jó, persze, de... Kizégyen? Nem. Hol tartottunk? Megzavartunk. Szeged, igen, hogy azt mondták, hogy annyira kedves volt, mézes-mázas volt a Hoffmann Rózsa. Tehát, hogy azért nem szabad meghatódni. Azért jó, hogy van kamera megint csak, mert most, hogyha most azt mondja, hogy igen, hogyha megírjuk, hogy mit szeretnénk, akkor szívesen beszél velünk. Én is bemutatkoztam, azt mondta, hogy nem zavarja, hogy én bemegyek, és most de amúgy valakinek... Hoffmann Rózsa jó politikus. Valakinek van valamilyen... Valamilyen fejében van valakinek, hogyha esetleg kiszállna, akkor mit fogja? Nekem van. Máté beszél vele, akkor vagy valami. Ha egyszerűen beszél, akkor többet kérem. Szerintem ki fog szállni, ez egy alapvető ilyen stílus. Ha megáll, nem akarja elfogadni, akkor rájúdodra. Igen. Ez egy szervezetre. Szerintem meg lehet hittelni. Meg vagyunk. Jó, csak most hagyjuk. Nem. És mennyit? Game Imre ott van még? Bocsánat. Vagy ő nem is jött? Most nagyjából még milyen hosszú lesz? Köszönjük, szép napot! Köszönjük! Hát ők megmondták, hogy mik az aggodalmaik, és most épp arra válaszol. Jó.
Nem volt. Aha. Ki? Ez a nő most, aki itt megállt, ő bentről jött. Ő az, aki bentről jött. Ő bent volt. Azt mondta, hogy most eddig a problémánkat sorolták fel. Ebben az elmúlt egy órában elővették a problémalistát. Szerintem én nem értek a végére, de mindegy. Na most, és akkor... Tőmondatokból elmondták a problémákat. De még nem is. Ja, de hallottam, ilyen nagyon megnyugtató hangja van. Ezt elmondták, hogy az a probléma, hogy itt beszél. Én meg akarom tudni kérdezni. Azt írta, hogy elvileg ők jönnek negyed óra. Kik? Hát Rózsi. Igen, tehát az ülés részben. Játszunk valamit csapatépítőjel. A Manó írta? Igen. Ők jönnek, az mit jelent? Nem tudom, hogy elkezdte hasznosítani. Németországban is tanultunk. Jön tőle. Freedom of speech, meg... Angela Merkel, meg Tornyány Józsa. Jó, oké, akkor ne gyertek vissza. Mert a Hofman Rózsás ülésre tetsze neki? Hát sajnos nem, mi szülőink voltunk, de itt van. Ja. Igen, várjuk. Nagyon sietett, úgyhogy nem állt meg befele, de most majd megvárjuk. Köszönjük! Oké, emberek, játszunk egy gyors 10 perces játékot, hogy lefázzunk. Mi? Azt mondom, hogy renovation, akkor csak a házak mennek el, és az emberek egy helyre maradnak. Azt mondom, hogy fire, akkor mindenki megőszik. És ebben mi a lényeg vagy? Az, hogy ne fázzunk. Hup-hup, beindult valami. Azt, hogy kitömjük magunkat, hogy hájas gyereke. Luttapunk is van. Nem, ezt németektől tanult. Német antifások. Tényleg ezt odaadhatjuk ezt a rózsával? Mi? A Deutsche Nachtfrontról. Nagyon kell, hogy néz ki ahhoz, hogy a Deutsche. Szerintem is. Mert mit csinál a rózsa? Nem, ez. A szívecske. Figyelj, figyelj, figyelj. Hogy adjunk kihást szedni. Jó estét, a Hofman Rózsás találkozóról jönnek. Jaj, nem jöttek. Aj, még nem jöttek közben. Szülői. Minket nem engedtek be szülőire. Köszönjük. Hatan rögtön. Becsukom. Ahogy beszélt. Tisztelemben vannak. És a szülőim esett szó a diákban. Hogy érdekel-e minket? Kérdések voltak? Vagy mit lesz? Annyi volt, hogy tudunk-e, szeretnénk, ha a gyerekeink tovább tanulnának, tudunk-e olyan támogatást, ami gyerekeket segíti? És hogy akarjuk ezt ingyen. Hogy csak úgy jönnek. Ó, sziasztok, fiatalok, köszönjük! Köszönjük! Valaki már észrevedi. Igen! Jó, és ezt lerökszülök érdekről? Igen. Fordítok el feltenni a kérdést. Ne adjam oda a sapkát? Sokáig vártok még? Hát, csak ameddig kijönnek. Ameddig van valami, addig itt vagyunk. Senki sem nyer igazából, hogy ez nagyon jó, hogy mindenki élvezni. Én is akarok ilyet. Mindenki. Játszol, magolt kell. Mit kell? Amikor fire, akkor kell? Akkor mindenki akkor elmegy. És akkor mikor megyek én? Te, hogyha ember vagy, igazából tök mindegy, hogy ember vagy, izé vagy. Tehát, hogyha valakiben beállsz, és hogyha lehet, hogy idesebbet, akkor odaállsz be. Szóval, amit akarsz. Csak hogyha a házként álltál be, akkor csak akkor mehet fel, hogyha fire vagy renovation-t mondod. Jó, majd mondjátok, mit csinálják, és akkor csinálják. Oké, akkor.
Gyere, Sári, nyertünk. Okay. Renovation. Azt hittem, hogy ő tudtak, és akkor most... Most ja. Renovation van? Nem tudom, most mi beálltunk házba. Oké, okay. Gyere be, alánk. Valaki mondja? Nem értem, de jó. Jó. Valakivel alkos háza. De most én... Mire mozog? Nem alkotok házat. Igazából mindenre mozognak kell, az a lényeg, hogy... Ne pofmanósás megbeszélés sajjának a szülőjét. Négy sajtos, jó lesz viszont mindenkinek. Viszlát, jaj! Viszlát, jaj! Az olcsó. Igen, az olcsó. Azt a van. Mi a van? 5 percen belül ilyen hoppán után. Hú, de így, akkor ne rendeljük pizzát, vagy akkor kínáljuk meg. Persze, van ropi. Tessék, kinek a tábláját fogom? Jó, kijött, felöltödik és jön. Nehéz megúszni. Igen, de nagyon dolgozom rajta. Igen. Most gumbó voltam. Nem baj, most már... Pancs. Na, nézzük meg. Nem, ez egy Renault. Azért már tarthatjuk a táblát. Gyakorlás. Köszönjük! Viszlát! Arra nem fordulhat. Kis reklám. Fasolják ki talán, hogy egyik ott a másik kilábbulja. Attól félek én is. Nem baj, akkor már van egyik sem. Akkor... Ott egy biciklés jön. Akkor hátsó kocsi volt. Megkértem egy ulat, hogy hagyja nyitva az ajtót. Adok nektek! Én azt élére állom, mert el van a rózsa. Nézd, Balú, párna nem kell, az erre. A fiatalok. De nem kellene pont a rózsa. De az első vagy másik? Ez melyik autó? Ez még nem az. Mögötte megy. Gyorsan, terjük, Máté, a te oldaladon van. Látom. Bocsánat. Csak szeretnénk átadni neki valamit. Csak szeretnénk átadni neki valamit. Szép, nagyon a... De a hölgy nagyon szép, csak egy virágot szeretnék átadni. Thank you.
Megy a lábadon? Tehát, hogy tényleg itt tart. A biztonsági rott feszült nekünk. Tessék mondani, ez rendben volt, amit önök csináltak? Micsoda? Az, amit önök csináltak, az rendben volt-e, az a kérdésem. Hát egy kocsinak ki kell állni. Ezzel a kocsinak ki kell állni, olyan nincsen az, hogy elgázolt gyerekeket, nem, ugye? Nem, gázolt egy senki semmi. Nem ment át a lábamon. Csak maga fölfújja. Én fölfújom? Igen, jó, majd rendben van, majd meglátjuk, mit szól ez a közvélemény. A fázol. Meg elnézést tőlük, nem hivatalos szerv, nincs joguk odébb vinni minket az iskola épületén kívül. Ez teljesen igaz. Én úgy érzem, korlátozó vagyok a gyülekezési jogomban. Balázs! Ez fog megjelenni. A kert fel is lehetne jelenteni. Ki maga az, hogy eltol minket innen? Itt menjen el eddig a fájdalom. Itt álljanak. Amikor meg egy gépkocsi ki akar menni, akkor meg igenis engedni kell, hogy kimenjen. Hoztam neki ajándékot. Látom, hogy ezért kartondobozokat raktatok a kocsit. Az nem volt előttünk. Hello, szia! Viszlát! Milyen volt? Isteni, olyan, amilyennek vártuk. Olyan, mint a kandi. Pont olyan volt. A srácokat majdnem elütötték az autóinkat. Tolt arrébb az autóval, meg átlasz a lábamon. Gyerekeket majdnem elütötték az autójukkal. Igen, amikor kimentek itt. Elképesztő. Nagyon sajnálom, de örülök, hogy itt maradtatok. Régen a huszárok azok kardlapoztak a hintóval. Ennyivel jobb a helyre. Úgyhogy azért milyen jó ez a hely, nem? Szülők vagy pedagógusok? Pedagógusok és szülők. Ez itt a pihar. Tudom. Éljen a pihar. Éljen. Viszlát, szépestét. Minden jó. Látszik autóval minket? Mert igen, engem speciált, nem tudom, lehet lesz. Nekem is a térdemet nyomta. Bárcsak, Isten, bárcsak belilulna, vagy valami. Én is azon is értem, hogyha nem kellett volna kihúzni a lábam, mert ha azon átmegy és eltörik, akkor... Na, nem baj. Nagyon hiányom. Nem, nem, tanulség, nem, nem kell a másikusnak vele. Államtitkár azt, hogy miatt... Itt is én álltam az elején. Meg kellett volna feküdni te, alá. Egy ilyen podómer, meleg volt a hűtő. Elmondhatom, hogy elütött fog már rúzsa. Azt nem tettem. Csíj, engem kezdett lögdösni, mert... Miért azt megtetted, hogy nekem jön? Minimum szabálysértés, de lehet, hogy... És még azt sem mondom, hogy erőlködött a motorot. Egyébként mindez fiatal korúakkal. Nem, én nem. Tanú van. Felvétel van. Én oldaltál. Én a jogi biztos. Ennyit csináltam, hogy álljon már. Igen. De viszont azt tudnia kell, hogy az embereknek lába van. Ha más nem lúg lába. Kiterjedni. Elúttam, munkára elmentek. De nem is semmi. Itt nem hangzott itt a szóság. Tehát nem mondták azt, hogy egy emberi. Nem mondta azt, hogy legyetek szívesek, álljatok odébb. Nem. Semmi, se fel, csak elkezdtek rángatni. A gyerekeket... Hogy ez minél gyorsabban tudjuk ki valahova, tehát ez... Tulajdonképpen elütötték őket, azért ez egy elég érdekes fejezet. Igen. Erről majd írunk valami sajtok közül. Nem tudom, hogy a sajtok. Hazaérünk és megírjuk. Jelentsük meg fel a bújjapasszírt. Ebből olyan közlemény lesz. Hova ma este? Megvan a programom. Suliból? Van valaki miért bicska? Bicska vagy bármi vágó eskör? Na jó, szervusztok, további szép estét, köszönjük szépen a médiának is. Köszönjük. Nagyon köszönjük. Hajrá, majd valamikor legközelebb még. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy itt legyen. Pizzát! Jó módú gyerekek! Igen, ez a Soros György. Hogy még kövérebbek legyünk. Soros pénzéből van, igen. Jó, vegyünk. Jaj, ez egy nagyon nagy pár alapban rózsa. Nem akarok ilyen nagyot, hogy szétszerelmes.
Biztos, hogy átment volna. De annyira éreztem, hogy így hátrálunk és ilyen direkt. Tehát nem az, hogy megfélemlítő, hanem direkt jött rá. Nagy kófátlanság, hogy majdnem nem tudtunk volna beszélni, és képzeld el, el is ütött minket. Van róla felvetés, hogy autóval tudom, hogy arra még megy át a lábunkon. Nem lépegettünk a nyugati irányába. Mit jelentünk a hoppára?